Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Batatusek János vagyok. Bartatusek Nébolya vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPA egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom ács volt, mára viszont a PPH tanuló csapatszervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk, a családi helyzetünk házasságban élünk, 29 éve. 27. De meg lesz az 29 is. Bízom benne. Hát most már biztos. Most már biztos. Én eredendőleg kereskedelmit végeztem, és mint már mondta a férjem, mára már viszont a PPA tanulócsapat szervezése a fő tevékenységünk, mint családi vállalkozás. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk Szedlacsik Miklós 87 óta foglalkozik emberekkel. 91 óta folyamatosan fejleszti és képzi magát. Mostanra világszinten is kiemelkedő tudással, tapasztalatokkal, képességekkel és gyakorlattal rendelkezik az üzleti élet, az ember, az élet, a világ működése, a problémák megoldása és megelőzése területén. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független, spirituális szervezetének a vezetője. 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Kötelességtudó és felelősségteljes tanító. Ebben példát mutat számunkra is. Az évek során meggyőződtem, hogy Szedlacsik Miklós követendő példa egy példakép számomra. Előadásai tízezrek követik folyamatosan a világ sok országában, és rohamosan nő azoknak a száma, akik általa akarnak fejlődni, és így sokkal jobb életet élni. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Amit a jövővel kapcsolatban tanít, az mindig úgy szokott bekövetkezni. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. 84 óta Budapesten él családjával. Feleségével Szedlacsik Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. 2 fiú gyermeket neveltek föl. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Szedlacsik Miklós kapott egy küldetést, és a küldetés megvalósításához képességeket, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse, oly módon, hogy közvetlen fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjon át, amely által az emberek képesekké válnak szeretett korba, az aranykorba bejutni. Ennek a küldetésnek megvalósításához kapott egyedülálló különleges képességeket. Ennek a küldetésnek ő mindent alárendelt. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön tartsa meg a mai képzésünket, mesterünk, a szervezetünk alapítója és vezetője, a 13-as szintű igazgató, Szedlacsik Miklós mesterkócs. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé jelenleg halad a világ? Oké, köszönöm. És mi baj van a jelenlegi világunkkal?
Tudatlanság, elnyomás. Nincs boldogság. Tudatlanság, elnyomás. Boldogság hiánya. Nincs tisztelet egymás iránt. Hát ugye az embernek van egy, tehát van egy csomó fajta működése. És az létrehozza a tulajdonságait. Tehát például van olyan, hogy vérmérséklete. Van olyan, hogy küldetése, tehát életküldetése. Van olyan, hogy életfeladata. Van olyan, hogy születési dátuma. Van olyan, hogy neve. Van olyan, hogy személyisége, tehát személyisége. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami meghatározza egy ember működését. Ezek közül minél többet ismer az ember, annál könnyebben bánik saját magával, és annál könnyebben bánik másokkal is. De talán nem ennyire egyszerű, mert nem csak ez a két terület van, hanem az embernek van 10 életterülete, és ez a 10 életterületen való, boldogulás az egy az egybe attól függ, hogy ezeket, amit én így elmondtam, tehát például ilyenek, hogy vérmérséklet, életküldetés, életfeladat, akkor születési dátum, akkor személyiség, ezeknek az egyre nagyobb ismerete az eredményezi, hogy az ember megismerje önmaga működését, és megismerje mások működését. És ha egy ember ismeri a saját működését, és ismeri mások működését, akkor gyakorlatilag könnyen boldogul. Tehát minél jobban ismeri ezeket a dolgokat, annál könnyebben boldogul. Minél kevésbé ismeri ezeket az ember, annál kevésbé boldogul. Miért? Hát mert ha az ember tudja, hogy hogyan működik az ember, akkor könnyebben tud vele bánni. Tehát ha az ember tudja, hogy önmaga miért úgy működik, hogy működik, akkor azzal is, tehát saját magával is könnyebben bánni. De ugye sokan foglalkoznak azzal, hogy embereket tanítanának ilyen dolgokra, de nagyon érdekes, mert ezek közül az ismeretek közül, amiket elmondtam, tehát vérmérséklet, személyiség, életküldetés, életfeladat, stb. Stb. Ezekkel mindenki külön szokott foglalkozni. Kivétel én. Mert ugye én ehhez mind értek. És nem kicsit. Tehát, ha az ember ért ezekhez az ismeretekhez, tehát tisztában van ezekkel az ismeretekkel, akkor ugye egész más az élete, mintha nincs tisztában. Tehát, hogyha az ember ismeri ezeknek a... Ez mind energia egyébként, amiről beszéltem.
ezeknek az energiáknak a működését, akkor az ember egy sokkal nyugodtabb, békésebb, szeretetteljesebb, boldogabb, jobb életet tud élni, mint ha ezt az ember nem ismeri. És ugye tanítják ezeket külön-külön előadók, tanítók, és hát ezért lehet, hogy már van némi fogalmuk egyeseknek, akik hallgatják az előadásomat ezekről. Hát a tanulóinknak mindenféleképpen. És ugye azt látom, hogy még ezeken a területeken is hibákat vétenek emberek. Mert aki elkezd tanulni ilyen területet, ezek közül a területek közül bármit, akkor elkezd azzal foglalkozni, hogy a másik miért olyan, amilyen. Tehát más embereknél, jó, ez most egy tanítás lesz, amit mondom. Más embereknél nem azzal kell foglalkozni, hogy miért olyan, amilyen, hanem azt kell tudni, hogy olyan. Nem tudom, világos-e. Mert azon, hogy, tehát ha azzal foglalkozol, hogy miért olyan, amilyen, tök felesleges dolgot csinálsz. Azért csinálsz felesleges dolgot, mert változtatni azon az emberen úgyse fogsz tudni. Ugyanis mindenki csak saját magán tud változtatni. És ha valaki nem akar változtatni, akkor hat ökörrel se tudják elérni, hogy változzon. Oké? Tehát ha valakinek tudnia kell azt, hogy ő miért olyan, amilyen, az mindenkinek saját maga. Tehát saját magának kell tudnia, hogy miért olyan, amilyen. És az, hogy a másik miért olyan, amilyen, teljesen mellékes. Ha viszont tudod, hogy milyen, akkor tudod, hogy mi párosul ahhoz a tulajdonsághoz. És jó esetben tudsz hozzá alkalmazkodni. És ezt az alkalmazkodást úgy mondanánk, hogy elfogadás. Tehát el tudod fogadni azt, hogy ő olyan, amilyen. És ugye én azt látom, hogy sokan azzal foglalkoznak, hogy a másik miért olyan, amilyen. Ne azzal foglalkozz, hogy a másik miért olyan, amilyen, hanem azzal, hogy te miért vagy olyan, amilyen. Tudom, elég világos voltam-e. De ugye könnyebb megtalálni másokban a szálkát, mint saját magunkban a gerendát. És ha az ember azzal foglalkozik, hogy ő miért olyan, amilyen, gondoljátok végig, mennyivel kevesebb dolga lesz, mintha mindenkinél ki akarod találni, hogy miért olyan, amilyen. Mert ugye te egy ember vagy. A mindenki az meg mindenki. Az meg sok embert jelent. Sok embernél kitalálni, hogy miért olyan, amilyen, hú, az nagyon nagy feladat. De egy embernél kitalálni, hogy miért olyan, amilyen, az közel nem akkora feladat, nyilvánvaló. És ugye az ember föl tud magának, ha van tudása, föl tud magának tenni kérdéseket. És arra a kérdésekre meg is tud válaszolni, mivel ő élte meg azokat az élethelyzeteket. Tehát egyszerűbb magadnak válaszokat adni, mint
másoktól válaszokat kérni. Mert hogyha sikerül mondjuk elérned azt, hogy lecsillapítsd az egódat, akkor még esetleg helyes válaszokat is kapsz. Én tudom, hogy ez egy fájdalmas pont az embereknél, ez az ego kérdés. És sokan azt gondolják, főleg a hölgyek mostanában, hogy hát nekik nincs is egójuk. Na most, honnan tudni, hogy valakinek van egója? Nagyon egyszerű. Ha időnként betalálnak nálad dolgok, ha valamire ugrasz, jó? Ha valami nem tetszik, ha valaki mond neked valamit, akkor bizony van egód. Jó? És ha az embernek nincs tudása, akkor az ego és az elfogadás az összeütközik, ellentétben van egymással. Valakinek minél nagyobb az egója, annál kisebb az elfogadó képessége. És ha az ember boldogan akarja élni az életét, akkor ez egy alap, hogy az ember képes legyen arra, hogy elfogadó legyen. Mit jelent az elfogadás? Azt jelenti, hogy képes legyél elfogadni a másikat úgy, ahogy az van. Oké? De nem csak az embereket kellene elfogadni úgy, ahogy van, hanem a helyzeteket is, az eseményeket is, a történéseket is. Oké? Függetlenül attól, hogy milyen történésről van szó, milyen eseményről, vagy milyen helyzetről van szó. Mert ha téged, ez úgy működik, mint egy ember. Ha egy ember könnyedén felidegesít, akkor ez a amit mond számodra, az talál. Ami azt jelenti, hogy ez érvényes rád. És ugyanez érvényes a helyzetekre is, a történésekre is, az eseményekre is. Ha egy helyzet, egy történés, egy esemény kihoz a sodrodból, vagy mit tudom én, bánatos leszel miattad, vagy bármi, tehát érzelmileg megvisel, akkor az talál. Oké? Okay? Mert amihez semmi közöd, az nem érint meg. Oké? Okay? Miért érintene meg, amihez semmi közöd? Tehát, hogyha téged az is megérint, amihez semmi közöd, akkor nálad nagyon nagy baj van. Ami azt jelenti, hogy az érzelmi világod az gyakorlatilag romokba hever. Szó szerint. És hát ne csodálkozz, hogy nem úgy működik az élet, ahogy az életed, ahogy szeretnéd. Sokan vannak olyanok, akik nem túl jó hangulatúak. És mondjuk megnézik az előadásomat, és akár rendszeresen is nézik az előadásomat. Nyilván mit tudnak nézni, ha nem tanulok? A díjmentest.
És vannak olyanok, akik rendszeresen negatív hozzászólást tesznek az előadásaimban. És megkritizálják azokat a dolgokat, amit mondok, illetve magát a személyiségemet is természetesen. Jó? Üzenem nektek, drága emberek, csináljátok utánam, amit én megcsináltam az életemben. Jó? Ilyen egyszer. Jó? És hogy mit csináltam meg életemben, erről szó van. Jó? De akár én neki is tehetem most. Hogy hát, ha még jobban fog irritálni, jó? És mondom még egyszer, csináld utánam, jó? Tehát csináld utánam azt, hogy négy területen sikerült piacvezető pozíciót elérni. Csináld utánam. Csináld utánam, hogy alapíts 14 céget. Jó? Csináld utánam. Csináld utánam, hogy legyen 33 éven keresztül saját csapatod. Csináld utánam. Érted? Csináld utánam, hogy legyél vállalkozó. Azt mondja, hogy vagy cégtulajdonos, ugye? Tehát legyen saját üzleted, inkább úgy mondanám. Mondjuk hány éve? 37. 37 éve. Érted? Csináld utána. Jó? Csináld utánam, hogy a jelenben is piacvezető tudjál lenni. Csináld utánam azt, hogy a Covid időszak alatt annyit nőttünk, mint előtte 9 éven keresztül. Érted? Csináld utánam. Jó? Tehát akkor lehet, hogy nem vagyok átlagember. És ez irritál téged, hogy nem vagyok átlagember? Nem is akartam soha átlagember lenni, még gyerekként sem akartam. Gyerekként is kilógtam a sorba. Oké? Okay. Csodálkoztam, hogy mindenütt, kivétel ahova én jártam iskolákba, mármint osztályokba, mindenütt volt osztályközösség. Ahol éjjártam, ott nem volt. Mert én nem voltam hajlandó arra, hogy hülyékkel közösséget vállaljak. Elnyomókkal közösséget vállaljak. Érted? Nem voltam rá hajlandó. Bocs, hogy az ember szociális emberként nem hajlandó közösségbe lenni elnyomókkal. Bocs, nem is leszek, nem is voltam sose. Hála Istennek nem volt egy gyenge fizikumom, mindig meg tudtam magamat védeni. Érted? És felnőttként is mindig meg tudtam magamat védeni. Még a törvény előtt is meg tudtam magamat védeni. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy csináld utána ezeket. Jó? És mindenütt, ahova én osztályba jártam, általános iskolába, középiskolába, ott voltak elnyomók. Nem a lányok közt, a fiúk közt. Ez is érdekes volt egyébként. És nem akartam elnyomó fiúkkal barátkozni. Még legszívesebben egy levegőt se szívtam volna velük. Érted? És ezáltal ugye nekem mindig volt saját csapatom. Általános óvodába is volt, általános iskolába is, középiskolába is volt saját csapatom, érted? És ez, aki az én csapatomba tartozott, az nem megbontotta a közösséget, érted? Hála Istennek. Tehát azt gondolod, hogy a közösség az azt jelenti, hogy abba belefér mindenki? A francot. Az elnyomók nem férnek bele egy építő közösségbe, érted? Egy etikus közösségbe. Nem férnek bele. Menjenek, legyenek együtt
az elnyomókkal. Oké? A bolygón minden ötödik ember elnyomó. Ott van körülötted. Ott vannak körülötted. És ha te nem ismered föl, bőszen dolgoznak azért, hogy te ne haladj az életedben. Csak tudod, én úgy vagyok ezzel, hogy nekem minden nehézség eddig az életemben kihívás volt. Oké? Minden. És soha nem futamodtam meg a kihívásoktól. Soha. Érted? És a problémák elől sem futamodtam meg természetesen. Szóval mondom, csináld utána. Csináld utána. Hát tudom, hogy nagyon könnyű irigykedni. És azt is tudom, hogy nem könnyű az embernek haladni az útján. Oké? És én ugye elkezdtem haladni az utamot 87 óta, nem tudatosan, és 14 éve tudatosan haladok az utamon. Oké? És akik velem jönnek, azok létrehoznak egy jobb korszakot. Jobb emberek révén, érted? Hát látjuk azt, hogy akik régebb óta itt tanulnak, jobb emberek lettek. Nem kicsivel, sokkal. Érted? Sokkal jobb emberek lettek. De tehát biztos, te fantasztikusnak képzeled magadat, és neked nem kell jobb embernek válni, jobb emberré válni. Nem kell. Hát ha valaki nem szeretne jobb emberré válni, annak nincs itt a helye, természetesen. Tehát nehogy azt itt, hogy nekem az életemben nem kellett fejlődnöm. Tudni, hogy többet költöttem a saját magam fejlesztésére, mint te. Mert én milliókat költöttem rá. Érted? Igaz. Szóval. De hát ez se tetszik neked, mert azt mondod, hogy az öndicséred büdös. Figyeld, ami a tény, az tény. És ha valaki saját magáról nem tud jót mondani, az gondold végig, milyen ember lehet. Gondold végig. Tehát ha valaki saját magáról nem tud jót mondani, az gondold végig, hogy milyen ember lehet. Az egy rossz ember. Mert egy jó ember, az tud magáról jót mondani. Világos ez? Ja, úgyhogy ezt a dolgot helyre raktam. És egyébként üzenem mindenkinek. Aki nekünk rosszat akar, az nála fog lecsapódni a rossz akarat. Jó? Ezt előre mondom, szerte a világban. Jó? Hogy nála fog lecsapódni a rossz akarat. Bizony. És neked kurva szar lesz. Oké? Jó, úgyhogy maradjunk ennyibe. Tehát nekünk van egy küldetésünk. Úgy kezdődött ez az egész, hogy nekem van egy küldetésem, és ezáltal, akik itt tanulnak, azoknak is van egy küldetésük. Egész, egyébként az egész bolygó lévő lakosságnak ez lenne a küldetése, de az egy dolog. Micsoda? Visszakerülni abba a létformába, ahonnan jöttünk. Ez a küldetésed. Ezért vagy itt. Oké? És nem kő voltál, nem növény voltál, nem bogár, érted? És nem is állat, hanem egy isteni lény. Mert ez, ha ez neked nem tetszik, hogy isteni lény voltál, hát hívd magad egy, minek? Egy bogárnak, érted? Hát hiheted magad majomnak is. Nekem aztán tök mindegy.
vagy állatnak is. Én meg nem hiszem ezt, hanem tudom. Érted? Tudom ezt. Hogy mindenki nem ide lett teremtve a földre. Senki nem lett ide teremtve a földre. Senki. Mindenki megjárta, bejárta az univerzumot. Mindenki, kivétel nélkül. Lélekként. Hát ehhez képest eléggé korlátozott most a mozgásod, nem? Sőt, lehet mondani, hogy egyre korlátozottabb, így van. Így van. Egyre jobban korlátozzák. Hogy hát, ha szabad akarsz lenni. Nem? Mert akkor akar az ember igazán szabad lenni, ha nagyon korlátozzák. Mert a látszat szabadságban, ami most van még, az ember nem akar szabadabb lenni. Nem? Mert azt hiszi, hogy ez a szabadság. Azért vagy itt, hogy tiszta és világos legyen, hogy mit keresel itt földi emberként, mit keres itt az a lelked, amely bejárta az univerzumot. Hát bevállaltad azt, hogy megtanulsz itt a Földön különbséget tenni a jó és a rossz között, méghozzá határozott különbséget. És a jó és a rossz különböző fokozatai között is megtanulsz határozott különbséget tenni. Miért kellett ehhez ide lejönni? Hát odafönt nincs rossz. Ott nincs rossz. És a lelkek nem tudják, mi a rossz. És ezért nem tudnak különbséget tenni egy olyan világban, ahol van rossz, nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között. Miért van rossz? Hát mert rosszá váltak lelkek a világegyetemben az évmilliárdok során. És ezért ugye elszakadtak a teremtőtől. És rosszak lettek, mint például Lucifer és bagázsa. Rosszá váltak. És ha az ember nem, egy lélek nem tudja, hogy mi a jó és a rossz között a különbség, akkor a rosszal el lehet csábítani. Nem hiszed? Nézd körül a Földön. Hány ember el van csábulva a rosszra? Nehogy már nekem azt mondd, hogy a drogozás az jó. Nehogy azt mondd, hogy mitől én, az alkoholizálás az jó cselekedet. Tehát mint cselekedetet nézzük meg. Nehogy már azt mondd, hogy az jó cselekedet, hogy elválsz egy szociális embertől. Nehogy már azt mondd, hogy az jó cselekedet, hogy veszekszel a pároddal, mert rá akarod erőszakolni az akaratodat. Nem, hogy ma azt mondta, hogy ezek jó cselekedetek. És akkor még nem is beszéltem a bűnözésről. Nem is beszéltem. Hát megnézed, körülnézel, az embereknek halvány lila dunsztyuk nincs, hogy különbséget tegyenek a jó és a rossz között. Tehát remélem most ezt így már érted. És most gondold végig, lejöttünk ide tanulni. És most kaptunk egy lehetőséget a fentiektől, hogy egy élet alatt visszakerülhessünk oda, ahonnan jöttünk. Hogy ne kelljen állandó jelleggel azt a folyamatot megjárni, hogy beköltöztél a testedbe, majd kiköltözöl a testedből, mikor meghalsz, bekerülsz egy létközi állapotba,
utána ismét beköltözöl egy testbe, majd ismét kiköltözöl egy testbe, majd bekerülsz a létközi állapotba, majd ismét beköltözöl, ezt úgy hívják, hogy inkarnáció és reinkarnáció. Oké? Hogy ezt a folyamatot ne kelljen végigcsinálni. Erre kaptunk lehetőséget, mi emberek itt a bolygón kaptunk. Nem mi magyarok, hanem az egész emberiség. Mert oda fejlődött a technika, hogy ezt meg lehet csinálni. Érted? Emlékszünk olyan emberekre, akit úgy hívtak, hogy Buddha, utána úgy hívtak másikat, hogy Jézus, hát nem volt kezükbe internet. Oké? Nem volt lehetőségük. Az internetet tanulásra kellene használni. Az internetet személyes kommunikációra kellene használni. Milyen személyes kommunikáció? Hogy beszélsz rajta, nem írsz, beszélsz. Érted? Hol látsz olyanokat, hogy az internetet beszédre használja? Nem látod. Hol látod azt, hogy hasznos dolgokra használják mondjuk a telefont? Sajnos nem ez a jellemző. Hanem időtöltésre használják. És akkor utána csodálkoznak, hogy semmire nincs időm. Hát ne cseszd el a telefonnal az idődet. Szóval, kellene tanulni, fejlődni. Meg kellene tanulni, különbséget tenni a jó és a rossz között. Meg kellene tanulni szeretni. Meg kellene tanulni feltétel nélkül szeretni. Az emberek feltételhez kötik még a szeretetet is. Jön a karácsony. Gondoljuk csak végig. Miről szól a karácsony? Nem a szeretetről, hanem az ajándékozásról. És miért ajándékoznak? Hogy megvegyék a másik szeretetét. Borzalmas, érted? Tehát a karácsonyt arra használják az emberek, hogy megvegyék a családtagjaik szeretetét, érted? Tehát mi a szeretet? Az egy áru, az egy termék. Ugye ezt nem gondoljuk komolyan. Régen, ha ajándékoztak az emberek, olyat ajándékoztak, amit maguk készítettek. Nem olyat, amit vettek. És akkor azt mondhatod most, ó, hát persze, azért, mert nem volt pénzük. Tehát maguk készítették. Tehát magyarul a mai ember olyan béna, hogy nem tud maga készíteni semmit. Érted? Tehát bármilyen ajándékozás volt régen, maguk készítették. Érted? Maguk készítették. Tehát nem használati cikkről van szó, jó? Hanem ajándékról van szó. Most az ajándékozás a karácsonyra készülve, ami ugye mondjuk 3 nap, a Szentestét is figyelembe véve. 3 nap. Erre a emiatt a 3 nap miatt karácsonyra készülve az egész lakosság elkölt annyi pénzt, mint egész évben. Érted? Ez gyagya gondolkodásra mutat. Érted? Gyagyák az emberek. Szó szerint. Főleg egy olyan világban, ahol a jövő év nehezebb lesz.
Éppen ma megnéztem, hogy 365 nappal ezelőtt, ugye az egy év, mennyibe került az arany? Mert az arany a standard, az a standard fizetőeszköz. Ahhoz kellene mérni mindent. Képzeljétek el, a forinthoz képest 47%-kal emelkedett az arany. Ha visszaszámoljuk, úgy mint az áfát, tudod, hogy fölfele 27, visszafelé meg 21 vagy mennyi. Na, visszafelé 33%. Tehát az aranyhoz képest a forint 33%-ot romlott. Érted? Ami azt jelenti, hogy annyit inflálódott a pénze, drága kis csillag. Érted? És akkor költöd a pénzt, annyit elköltöz karácsonykor, mint izé, vagy karácsony környékén, mint egész évben. Röhely. Nem kéne egy kicsit összehúzni a nadrágot, vagy több pénzt keresni? És azt mondják a nyugdíjasok, hogy ó, hát több pénzt fogok keresni, megkapom a 13. havi nyugdíjat. Csak azért nem dolgoztál semmit. Van miből költeni, hát. De az csak egy hónap. Az nem 12 hónappal kapsz többet, csak egy hónappal. Az egy 8%, 8,5. Oké? Szóval, vannak, akik nem szeretik azt, hogy szókimondó vagyok. De én már visszakaptam, nem egy embertől, hogy a Covid időszak alatt én tartottam életbe őket, érted? Szó szerint. Neked mondták el olyan ilyet? Mondtak-e ilyet? Nem ismerősök, vadidegen emberek megszólítanak ezzel. Hogy oda jönnek kezet fogni, és köszönik, hogy az egész Covid időszak alatt tartottam bennük a lelket. Érted? Na vajon, aki engem becsmére ezt, vajon hozzád oda mennek-e? Érted? Tehát nehogy azt hitt, hogy engem zavar, hogy te becsmérelsz. Mert te számomra egy senki vagy. A senki meg nem zavar. Tudod? Mert a senki az egy semmi. Hanem azért mondom, hogy hát ha észbe kapsz, és elkezdesz normálisan gondolkodni. Mert az, ami gondolkodása ezeknek az embereknek van, az abnormális. Hát én nekem valami nem tetszik, akkor én azt nem nézem. Érted? Fogom, elkezdem nézni, nem tetszik, és van egy kikapcs gomb, érted, és nem nézem tovább. És képzeld el, soha az életemben még nem jutott eszembe, hogy utána valami negatív kommentet írjak. Soha, egyszer se. Érted? Mert engem nem érdekel a negatív komment, hanem, hát ha valaki valamiért megdolgozott, akkor én, még ha az negatív is, érted? És nem tetszik nekem, akkor is beletette az energiáját, érted? És én még akkor is elismerem azt, hogy ő azért megdolgozott. Még ha, mit tudom én, mondjuk olyan is volt, hogy azon dolgozott, hogy lejárasson mondjuk engem. Még oda se írtam negatív kommentet. Érted? De van egy alap dolog, hogy
úgy bán az ember legjobban egy elnyomóval, hogyha levegőnek nézi. Mert ő egy senki. Oké. Te senki. Rombolnihoz, a romboláshoz nem kell ész. Érted? Ahhoz még tyúkész sem kell. Mert alapvetően a tyúk az nem rombol. Oké? Okay. Tehát a rombolóknak még annyi eszük sincs, mint egy tyúknak. Érted? Na most, ha valakinek még annyi esze sincs, mint egy tyúknak, akkor minek figyelünk rá? Nem? De hát, ha mondjuk te nem vagy elnyomó, nem, ha elnyomó vagy, úgyse hallgatsz. Már rég, így van, már rég megírtad a kommentedet, így van, a negatív kommentedet. Mert a szociális ember is tud úgy működni, hogyha elnyomó környezetében van, tisztára úgy viselkedik, mintha elnyomó lenne. Közben nem is elnyomó, csak valaki a környezetében elnyomó. És abból a minden ötödikből bőven jut az embereknek elnyomó. Hiszen minden ötödik elnyomó, és minden ötödik pont így működik, hogy mindenki, aki halad, ezt vissza akarja húzni, annak minden haladóra gyeplőt akarna kötni. És mindnek a haladását a kezébe akarná tartani. De ez úgyse fog működni. Mert a szociális emberek többen vannak. Csak itt egy kérdés van, hogy a szociális emberek felismerik-e az elnyomóikat. És nem a hatalom az elnyomó elsősorban, hanem a környezetedben lévő minden ötödik ember. Bizonyám. Persze a hatalomban is vannak elnyomók, ne aggódj ezzel, hogy nincsenek. Ha látni, hogy vannak, hiszen engedték a Covid következményeit, érted? Meg elszabadítottak egy olyan vírust, amire rá lehetett fogni sok mindent. Gondoljátok végig. Tehát gondold végig, nem kellene tanulni, nem kellene fejlődni, nem kellene megismerni ezeken a területeken az emberek működését, önmagad működését. Tehát az ember ismeri mások működését, akkor el tudja fogadni. Oké? De még egyszer mondom. Főleg az itt tanulóknak mondom. Nem az a fontos, hogy miért úgy működik, ahogy működik. Az a másik személy. Hanem az a fontos, hogy tudd, hogy hogy működik. Oké? Ha akarod tudni, hogy hogy működik az ember, tanulmányozd magadat. Érted? Hogy miért úgy működik. Jó? És ez egy komoly feladat, mert ehhez tudás kell, hogy képes legyen az ember felismerni azt, hogy ő személyesen miért úgy működik. Mert ha az ember változtatni akar magán vagy az életén, akkor bizony tudnia kell azt, hogy miért olyan. Mert ha nem tudjuk, hogy miért vagyunk olyanok, mi személyesen, akkor magunkon nem tudunk változtatni. És a másik személy is majd akkor tud magán változtatni, hogyha tudja, hogy ő miért olyan. De hát sajnos ebben kapcsolatban mindenkinek van egy olyan élethelyzete, amit mindenki meg fog tapasztalni, az, hogy senki nem lehet proféta saját hazájában.
Ezért kell egy olyan másik, illetve a harmadik személy, aki kellően föl van építve, ezt úgy szokták mondani, hogy messziről jött idegen, aktatáskával, itt az aktatáská. És a messziről jött idegen, aki aktatáskával föl van építve, na arra hallgat az ismerősöd is, illetve a hozzátartozód is. Oké? Okay. De ha te akarsz mindenáron majd kioktatni a környezetedben lévő embereket, akár a gyerekedet, vagy a párodat, nem fog működni. Az nem fog működni. Úgyhogy egy olyan lehetőséget adunk, ahol nem csak tanulhatsz, hanem egy közösségbe lehetsz. És a tanultakat gyakorolhatod. Tehát lehetőséget kapsz arra, hogy gyakorolj. Jó, erről most részletesen nem beszélek, hogy hogyan, miként. Azon túlmenően lehetőséget kapsz arra, hogy másoknak felkeltsd az érdeklődését a tanulás iránt, és a fejlődés, változás iránt. És ha ezt megteszed, akkor képessé válsz arra, hogy olyan módon keres pénzt, a megélhetésedhez bőven elég pénzt, amit nagyon lehet szeretni. Oké? Okay? Tehát amit nagyon lehet szeretni. Mert mi csak annyit csinálunk, hogy beszélgetünk emberekkel. Semmi más. Aki szeret beszélgetni emberekkel, annak könnyű dolga lesz, és sok pénze lesz. Aki nem szeret beszélgetni, az meg szeresse meg a beszélgetést. Hogy lehet megszeretni? Hát úgy, hogy minél több emberrel beszélsz. Én azt látom, hogy az emberek belejönnek a beszélgetésbe, még azok is jobban kezdenek el, jobban elkezdik szeretni a beszédet, akik eleve szerették a beszédet. Azáltal, hogy beszélnek emberekkel. És hát az embernek lehet ebből sikerélménye bőségesen, és az pedig, hogy az ember szeretse azt, amit csinál, ahhoz ugye első, hogy legyen sikerélménye abban, amit csinál, második, hogy az kellőképpen megfizethető legyen. Tehát azért gondold végig, hogy nem kezdetről beszélek, hanem mondjuk azok, akik már egy ideje szerveznek, és elértek karriert a szervezésben, mondjuk több tízezer forintos óradíjjal dolgoznak. Tehát a jövedelmük és a ráfordított idő, ha hányadosát megnézzük, akkor kiderül, hogy több tízezer forint az óradíj, amiért havonta dolgoztak. Oké? És az azért nem annyira rossz óradíj. Gondold végig. Nem tudom, mennyi óradíjért dolgozol havonta, hát könnyű kiszámolni, mert a ráfordított időt, ugye azt megnézed, és fogod a jövedelmedet, elosztod a ráfordított idővel, és már is kiderül, hogy óránként mennyiért dolgozol. Jó, úgyhogy ez is egy lehetőség. És az is egy lehetőség, amit most kaptál meg. És több életedben, több emberi életedben nem lesz lehetőséged erre. Csak mondom előre. Jó?
hogy mikor lesz lehetőséged arra, hogy visszakerülhess a fenti létformában, ha ebben az életedben nem csinálod meg, akkor azt mondom, hogy beláthatatlan. Ugyanis ez a föld ki van jelölve azoknak az embereknek, akik be akarnak, vissza akarnak jutni a felső létformába. Ki van jelölve? Ami azt jelenti, hogy olyan emberek fognak leszületni ide, olyan családokhoz, akiknél ezt meg lehet csinálni. Hogy egy élet során visszakerüljenek a felső létformába. Tehát egy élet alatt megtanulják a jó és a rossz közötti határozott különbséget. Ehhez természetesen azok az emberek, akik már nem tehetik meg a koruk miatt esetleg, hogy olyan szintre fejlődjenek, de elindulnak a fejlődésben, azok ide inkarnálódnak. Azok, akik azt mondják, hogy akar a franc fejlődni, azok erre a bolygóra bizony nem fognak inkarnálódni. Van egy másik bolygó, készen. Hasonlít a Földhöz, jó távol innen, kín az univerzum szélén. Hiszen az univerzumot a széleken építik. És oda lehet inkarnálódni, olyan korszakra gondolj, ami a földi első korszak volt, ahol kőkorszaki körülmények között lehet majd szépen éldegélni az életeteket. Jó, csak mondom előre, aki ezzel nincs tisztában. Jó? És ez így lesz, mert a fentiek tesznek azért, hogy ez így legyen. Oké? Mert ez a Föld nem arra van már hivatva, amire most látod, érted? Nem erre van hivatva. Tehát itt a jövőben nagy halálozások lesznek, csak előre mondom. Jó? És itt az lesz a kérdés, két kérdés lesz, hogy te a halálozottak között leszel, ez az egyik kérdés. A másik kérdés meg az, hogy hogy fogod kezelni a környezetedben lévő sok halálozást. Ha nem halálozott leszel. Oké? Ez a két kérdés, nincs más kérdés. Ez a két kérdés. De ha az ember tudja, hogy hova tart, akkor nem számít, ki hal meg a környezetében. Érted? Nem számít. Mert az nem megállító körülmény, hanem az csak egy természetes helyzet. És ő választotta azt a természetes helyzetet. Tehát ez a földi élet úgy működik, hogy mindenki pontosan azt kapja, amit érdemel. És ezt én tudom, hogy baromi nehéz elfogadni. Hiszen te azt gondolod, hogy ó, hát te nagyon jó ember vagy. És akkor úgy megnéznénk, hogy életedben mennyi mulasztást követtél el, akkor is ezt mondanád? Akkor már nem. Jó? Hát maradjunk ennyiben. Tehát ma a bűnöket, ha összeadnánk, nem a háborúzás lenne a fő bűn, nem a gyilkolászások, a mulasztások. Hát gondold végig, azért jött le az emberiség, hogy amit elmondtam, az emberek azért jöttek le, hogy megtanulják a különbségtételt a jó és a rossz között,
és visszakerüljenek a fenti létformába. Ehhez képest a legtöbb ember nem fejlődik, hanem visszafejlődik. A gyerekkorában zseniálisabb volt, mint felnőttként. Gondold végig. Vagy nem így van? Hát nézd meg a saját gyerekeiteket is. Gyerekkorban zseniálisabb volt, mint felnőttként. Az nem visszafejlődés? Az embernek fejlődni kellene, nem visszafejlődni. Leszületünk feltétel nélküli szeretettel, és ahhoz képest, mire meghalnak az emberek, hova lesz az? Akkor az nem visszafejlődés? Gondoljátok végig. No, úgyhogy ez nem elkeserítés, ez tájékoztatás arról, hogy mi lesz, mi várható, oké? És ez a világ arról szól, ha megnézed, pont arról, meg is tudod nézni a statisztikákat, hogy amikor az emberek jobban érezték magukat, a magyarok például az elmúlt, tudom én, mondjuk 70 évben, igen, 80 évben, 80 évben, mikor érezték a legjobban magukat? Statisztika kimutatja. 70-től 80-ig. És képzeljétek el, körülbelül a lakosság olyasmi létszámú volt, mint most. Sokkal kevesebben haltak meg évente, mint most. És sokkal többen születtek, mint most. De nem kicsivel, mondom, sokkal meg tudod nézni, statisztikailag fönn van a neten. Utána tudsz nézni. És ugye, nem is tudom, a háborútól, vagy hogy már éves bontásban van. A háborúig meg 5 évenként nézték, jól emlékszem. Érted? És ugye a második világháborúról beszélek. Tehát ott nem nincs kiírva minden év, de a háborútól ki van írva minden év. Hogy hányan születtek Magyarországon, hányan haltak meg. És brutál különbségek vannak a közt, ami a 70-től 80-ig volt, illetve a mostani időszak között. Hát akkor a Magyarország népessége nőtt, nem kis mértékben, most meg nem kis mértékben fogy. És itt nem arról beszélek, akik kimentek, az még egy plusz dolog, hanem arról beszélek, akik születtek, tehát ide születtek, meg itt haltak meg. Világos voltam? Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. És akkor azt jelenti itt a dolog, hogy sokkal rosszabbul élnek az emberek érzelmileg, mint valaha. Nem anyagilag, anyagilag nem. Érzelmileg. Sokkal. Vagy ezt nem látjátok? Tehát sokkal kevésbé jó hangulatúak, mint valaha. Éppen ma láttam egy fényképet anya lányáról, hogy 10 évvel ezelőtt hogy mosolyogtak egy fényképen, most 10 év múlva hogy mosolyognak fényképen. Érted? Hát az emberek már nem is tudnak úgy mosolyogni, olyan vidámak lenni egy fényképezőgép előtt, mint 10 évvel ezelőtt. Érted? És ugyanazokról a személyekről van szó, nem másról. És egy ilyen világban élünk, amiért tenni kell, hogy ne ilyen legyen. És az emberek azt gondolják, hogy majd kívülről jön a segítség, akár hatalom formájában, majd a hatalom megoldja. Semmit nem oldott meg még a hatalom az életünkben. Semmit. Tehát nekünk, az embereknek kell kezünkbe venni a sorsunk irányítását. Milyen egyszerű. Mert a sorsod irányítását, ha más veszi a kezébe, az neked nem lesz jó.
Márpedig úgy van. Az emberek sorsának az irányítását más emberek irányítják. És ezért nem jó nekik. Tehát van egy szabály ezzel kapcsolatban, itt a végén elmondanám. Az emberek nem érzik jól magukat a bőrükben, nem boldogok, ez a lényeg. Az emberek nem boldogok, azért nem boldogok, mert bőszen dolgoznak körülöttük az elnyomók. Milyen egyszerű. És tesznek azért, hogy ők ne érezzék jól magukat. Úgyhogy várunk szeretettel, mindjárt megtudod a házi gazdáktól, hogy milyen feltétellel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni vezetőnknek, Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt a rendkívül érdekes képzést. Hát ez egy elég jó, belemelegítő, izmos előadás volt arról, hogy hogy gondolkozunk azokról az emberekről, akik becsmérelnek minket. Én is szoktam velük találkozni. Megmondom őszintén, az elején le is tudtak lombozni rendesen. Sok ember tudok itt a PPA-ban, akinek elveszik a kedvét ilyen véleményekkel. Nem kéne rá hallgatni. A világ azt mutatja, hogy amit Szedlacsik Miklós tanít, ahogy ő él, ahogy gondolkodik, úgy könnyebben és egyre könnyebben tudnál élni, ha te is tanuló lennél. Miért nem kezded el? Azért, mert jobban számít a környezeted véleménye. Azt hiszed, hogy fontosabb megtartani, vagy másra elkölteni 19.700 forintot, ennyi az első hónap, és utána 12.500 forintot minden hónapban. Ennyibe kerülnek a képzések havonta. Ez a mai árakat figyelembe véve már a nevetséges kategóriát súrolja. Bárhova elmész és bármit akarsz venni, de képzéseknél is, mert néztem mostanában olyan megdöbbentő dolgot, hogy 2 óra hosszára 30.000 forint, meg ilyeneket kérnek el. 2 óra alatt az ég adta világon semmit nem tudsz megváltoztatni. Mi aztán próbáltuk a feleségemmel, Ibolyával, hogy is volt, 2007-ben kezdtük a keresést, az tartott 8 évig Szedlacsik Miklós előtt, és már azt tudtam, hogy ma azt hittem, hogy nagyon okos vagyok, és mindent tudok. Már mindent csináltunk. Azt mégsem volt jó semmi. Minden össze volt borulva, nem tudtam róla. Ibolya mondta, de hát nem hallgattam rá. És megtaláltam Szedlacsik Miklóst. Először nem is az embert néztem, hanem a Nyílt Akadémiát, hogy mondom, valahova kapaszkodni kell, mert itt nagy bajok lesznek. Ugye banki hitelünk is volt, a párkapcsolat kicsit romokba, vagy nem kicsit? Kicsit nagyon. Kicsit nagyon. És mondom, kell valaki, akivel helyre rakjuk. Ezt láttam meg a Nyílt Akadémiában és Szedlacsik Miklósban. És az elmúlt 10 évben olyan dolgokat kaptunk a tanítások által, és a személyes tapasztalatok által, amivel igenis rendbe tudtuk tenni a párkapcsolatot, az anyagi helyzetünket, és mindent. És egy egyre romló világban úgy élni, amit úgy lehet mondani, hogy jókedvűen, jókedélyűen, az pedig nem semmi mostanában. Az emberek tele vannak félelemmel. És ezt lehetne itt a PPH-ban megfordítani neked is. Nem azt mondom, hogy 2 óra alatt, meg nem 2 hónap alatt, 1-2 év után érezheted a hatását, azt tudom neked mondani. Mert a türelemmel is problémák vannak egyébként az embereknél. Ide jönnek tanulni, és akkor 2 előadás után mondja, hogy hát még nem történt semmi. Hát mondom, úgy sajnálom. Hát önismeretet tanulunk a Szedlacsik Miklós képzései által. Ahhoz egy kicsit több kell, hogy egy 30-40 év elrontott dolgait te helyre ragd, meg az emberekbe, amilyen sebeket ejtettél, azt te ki tud javítani, úgyhogy odaállsz és elmondod, mert össze oda sem mersz állni. Én már oda merek állni emberek elé, hogy bocsi, hogy ezt csináltam ekkor meg ekkor. Ahhoz gerincet kell nevelni az embernek újat. Azt meg megint csak itt lehet tanulni, hogy hogy lehet gerincessé válni, meg őszintévé, úgyhogy ne bántsál másokat. Hát pont ma beszéltünk róla, találkoztam egy fiatal emberrel, aki olyan, mint én voltam 20 éve, nagyon megdöbbentő volt. És hazamentem, és Ibolya is ismeri. És mondom neki, hogy tehát azért valami csak történt az elmúlt 10 évben, mert hát ő olyan, mint én voltam, és már nem úgy beszélek, és valahogy az emberekre sem olyan hatással, és kihúztam magam, hogy megy ez, jó lesz ez. Na hát itt ilyen dolgokat lehet tanulni. Igaz, Ibolyám? Ez így van egyébként. Ez valóban így van, hogy én is el tudom mondani, hogy életem legjobb döntése volt. Ugye a férjem mondta, hogy már 10 éve, hogy itt tanulunk és fejlődünk. Én most itt a képzés alatt így visszagondoltam az előtti 10 évre, hogy én
hogy is éltem az életemet, vagy mi volt itt bennem. Én teli voltam félelemmel, és teli voltam avval, hogy van egy embernek egy elképzelése, hogy is szeretne élni. Én avval voltam, hogy én nagyon szeretnék egy jó feleség lenni. Én nagyon szeretném a gyermekemet úgy nevelni, hogy őnek egy olyan példát tudjak mutatni, amivel a jövőben ő is egy boldogabb ember lesz. És nem láttam azt, hogy fogom tudni. Voltak, amiben úgy éreztem, hogy jó vagyok, de itt, ami fönt van sorolva, ez a 10 életterület, ez, ha végigolvasom az önmagaddal, hát bennem olyan félelmek voltak, mint elmondom, az, hogy én ide kiálljak, és beszéljek arról, hogy nekem milyen életem volt, és hogy tényleg mivé tudtuk alakítani. Én azt mondtam, hogy ez soha, ezt meg nem merem tenni. Én egy visszahúzódó, csendes ember voltam. És az, hogy itt tényleg tanulunk és fejlesztjük magunkat, evel nem csak hogy magunkat, hanem tényleg el tudjuk egyre jobban, és meg tudjuk egyre jobban az életünket kezelni. Tényleg itt van a párommal, szülőmmel, gyerekemmel, másokkal, munkádat, teljesen másképpen tudunk működni, teljesen. Tehát, és nem csak az, hogy az ember és az élet működésével kapcsolatban, hanem itt tényleg a világ. Tehát nekünk a mesterünknek akkora tapasztalata van, hogy az, hogy a világban is mi hogy működik. Nagyon jobb a világban evel a tudással járni, amit én itt tanultam már a 10 év alatt, hogy megvan az a biztonság itt belül, hogy már nem tudnak minket a média, ami rengeteg mindent az emberre rányomnak, és nem tudnak minket megrigatni. Ennél nagyobb szabadság, vagy jobb érzés nincs a világon, amikor valóban megtapasztalod, hogy nincsenek rád hatással, mert tudod, hogy mi miért történik, mi hogy működik. Tehát ezeket lehet megtanulni. És még amit megtapasztaltam, hogy miért tudtunk ilyen jól és gyorsan fejlődni, egyik dolog az, hogy itt nálunk rendszeresség van. Tehát mi mindig tanulunk és fejlődünk. Tehát minden héten szerdán, mint ahogy most itt vagyunk az irodában, és vasárnaponként itt mindig képzés van, és mindig foglalkozunk vele. És ezáltal van az, hogy van mivel foglalkozunk, és nem avval foglalkozunk, hogy mi történik a világban kívül, hanem avval, hogy tegyük jobbá ezt a világot. Mert ezt a világot senki más nem fogja jobbá tenni, csak mi emberek avval, hogy tudatosodunk, hogy ne tudjanak minket befolyásolni az elnyomók, azok az emberek, akik egy rosszabb világot szeretnének, tehát ne legyen itt boldogság. És ezt semmi máshol nem tudjuk megcsinálni, csak avval fejlődünk és tudatosodunk. És mindamellett, hogy rendszeresség van, mindamellett hatalmas téma, 25 hatalmas témakör van, ami az ember és az élet működéséről szól. Tehát itt van az a 10 életterület, és mellette még van 25 nagy terület, ami arról szól, hogy boldoguljunk ebbe a világba, hogy legyünk szabadok. És ezt mind megkapjuk itt. És a másik dolog pedig, amiért tudunk nagyon gyorsan fejlődni, amiről beszélt a mester, valóban kell az, hogy tudjuk gyakorolni. Tehát nagyon sok fele voltunk, mint ahogy elmondta a férjem, tanultunk mi, de sehol nem tudtuk gyakorolni. Az, hogy most megtanultam, és hazamentem, és éltem tovább ugyanúgy az életemet, mert nem tudtam hol gyakorolni, ezért nem is változott az életünk, ezért lettek problémáink egyre nagyobb és nagyobb. Tehát itt megvan a gyakorlási lehetőség. A másik pedig, ami nem tudom, hogy te hogy vagy evel, de szerintem a mai világban nem baj, hogyha van egy másik lábad. Mert körülöttünk nagyon sokat látom, hogy egyre több embernek megszűnik a munkája, és itt igazából egy szakmát lehet megtanulni, tehát kapsz egy szakmát. És nagyon jó, higgyétek el, legalábbis nekünk nagyon jó, hogy egy olyan lehetőséget adunk az embereknek, ami egy nagyon nagy örömmel tudom továbbadni, mert valóban nincs fontosabb, mint az, hogy emberek összefogjunk, és nem elég, hogy összefogjunk, hanem együttműködni. És nagyon sok ember egyébként szerintem az együttműködés szóval sincs tisztában. Én is azt hittem, hogy tudok együttműködni, mert én dolgoztam kereskedelemben, dolgoztam emberekkel, és én azt hittem, tudok együttműködni. És amikor ide kerültünk, akkor jöttem rá, hogy hát itt még vannak hiányosságok abban, hogy én jól tudjak együttműködni.
És ez az a legfontosabb, hogy az embereknek, és ezt meg kell tanulnunk, mert sajnos nincs meg, én azt látom, az együttműködés. Kell az összetartás is, de az még kevés. És ahhoz, hogy együttműködjünk, ahhoz kell egy cél. És az a cél itt megvan nálunk. Az, hogy egy jobb világot hozzunk el. És ez meg lesz, mert nekünk mesterünknek megvan hozzá az a tudása, hogy, és ő mindent átad nekünk. Meg nekem a másik, ami megtetszett, a etika. Tehát itt, etika, tehát itt alapja az etika mindennek. Tehát nekünk nem volt, volt előtte vállalkozásunk egyébként, mielőtt mi ide jöttünk, de hát furcsa ment, egyrészt nem volt hozzá tudásunk, a másik pedig az, hogy rengeteg pénz kellett hozzá, nagyon sok minden, papírozás, rengeteg minden kellett. Itt tudjátok, mi kell? Kezd el a tanulást. És ennyi. Az a 19.700 forint első hónapban, utána pedig 12.500 forint a havi tandíj. Elkezded a tanulást, a fejlődést, és ha te valóban látod, hogy itt nagyon nagy szükség van arra a tudásra, amit itt adunk, akkor onnantól kezdve biztos vagyok benne, hogy ezt a lehetőséget te is tovább fogod adni. Úgyhogy várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Azt javaslom neked is, hogy ne halogass, kezd el a Nyílt Akadémia tanulást. Most is biztos, hogy te sem fogod megbánni. Higgyétek el, hogy nagyon, nagyon kevés az idő, nagyon telik az idő. És mi látjuk, itt vagyunk 10 éve, nekünk, amit a Miklós mond, hogy mi fog történni a világban, az mind úgy volt. És nagyon jó volt, mert mi fel voltunk rá készülve. És nem volt bennünk az a félelem, hogy Úristen, mi lesz. Nem. Hanem tudtuk, hogy mit kell tenni, és ezért nem volt olyan félelem bennünk. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást. A 3 hónap most összesen 44.700 forintba kerül. Ennyiből talán egy kis betekintést tekintetsz abban, amit mi csinálunk. Azért még azt hozzátenném, hogy a Szedlacsik Miklós ugye vezeti a PPH-t, de nem tartja meg magának a vezetés lehetőségét, mint ahogy mi is éltünk ebben a hogy mondják ezt, mivel lehetőséggel, hogy elkezdtünk tanulókat szervezni, bár az elején csak szóltunk embereknek, az ugye az még nem is az volt, aztán megtanultuk, hogy kell, és vezetők lettünk a PPH-ba, és egyre több vezető van, ezeket nem Szedlacsik Miklós választja ki, hanem valaki idejön, leül a terembe, és ő azt gondolja, hogy szervezni akar, és nem sajnálja rá az egóját. Mert ugye az, itt ami sérülhet, az az egó, és az mehet összefele, vagy besimul a te utadba, és ettől sérülsz egy ideig te is. De ha nem sajnál az egódat, meg az időt rá, akkor tudsz szervezni, és vezetővé válhatsz. Mi mindent ennek köszönhetünk az utóbbi 10 évben, ami jó történt velünk, hogy ezt elkezdtük csinálni. És itt ezt el tudod kezdeni, találsz magadnak mentort, keresel valakit, aki a Facebookon fönt van, szimpatikus, megbeszélted vele, hogy kell beregisztrálni az oldalra, hogy lehet befizetni a tandíjat, és elkezdheted te is a képzésedet, aztán majd meglátjuk, hogy meddig lehet elvinni téged. Határa csillagoség. Azt, amit el tudsz képzelni, és mondom, nem sajnálod rá az egódat. Amennyiben ez az ajánlás szimpatikusnak tűnik, személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coachképzésünkbe. A szünet után egészség coach 8. hónapjában lépünk, vagyunk, ugye? Nem lépünk, már vagyunk. Amelyen szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha viszont úgy látod, hogy ezek után sem érdekel az ajánlatunk, hát ezt sajnálom. Örülünk akkor, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most 30 perc szünet fog következni. Szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!